Tony Kronanda, PMFC Matthias középpályása. Egy hosszú sérülés után tértél vissza a Honvéd ellen, egyelőre még csak csereként. Hogy érzed, mennyire sikerült túllépni ezen a sérülésen? Hát teljesen még nem sikerült, de mindenféleképpen pozitív, hogy már nem érzem azt, hogy rá tudnék sérülni. Tudok tényleg már két hete teljesen a csapattal edzeni, és ez mindenféleképpen pozitív. Hogy láttad a meccset a Honvéd ellen, amikor visszatértél? Mennyire ugyanaz a csapat, mint amelyikből kiestél? Szerintem ugyanaz a csapat. Jó volt megint a pályán lenni. Szerintem ugyanaz volt. Szombaton Kaposvárra utazik a Pécs. Mit vársz a meccstől, és mit vársz magadtól? Szerintem egy nagyon nehéz meccs lesz. Szerintem nyerni fogunk. Nagyon ilyen, szerintem egy gól a maximum. Remélem, hogy be tudok állni, és hozzá tudok tenni a csapathoz. Ugye annak idején például a Videóton ellen idegenben egy gyönyörű szép gólt lőttél, mikor látunk hasonlót tőled? Remélem, minél előbb. Négy forduló van még a bajnokságból. Hogy látod, mennyire teljesített jól a csapat a szezonban? Hogyan tudnád értékelni ezt az évet a Pécsnek? Hát szerintem azt, amit tudjuk, hogy mi van a csapat mögött, ahhoz képest szerintem nagyon pozitív a csapatnak a teljesítménye, és meglátjuk, hogy ebből az utolsó négy meccsből még mit lehet kihozni.